Hagyományteremtő céllal rendezett húsvétváró programot a gyerekeknek a Dalmandi önkormányzat. A falu köztereit minden évben kicsinosítják a húsvéti ünnepre, a településvezetés azonban a falu legkisebb lakóit is szerette volna megszólítani. Ez adta a húsvétoló délelőtt alapötletét. Minden évben feldíszítettük a községünket húsvéti díszekkel, de azt gondoltuk, hogy ahogy a karácsonyvárot megtartottuk, tartsunk a gyerekeknek egy olyan ünnepséget, amivel előrébb hozzuk egy kicsit azt az örömet, hogy egy hét múlva tényleg megjön a nyuszi mindenkihez. Ezért nagyon sokat készültünk, ezt a rendezvényt a hivatal parkolójába terveztük, de hát az időjárás közbeszólt, ezért B-verzióként itt a sportcsarnokban tartjuk meg. Szendvicset kapnak a gyerekek, sonkásszendvicset tojással ingyen, és szörpöt. Emellett rengeteg vidám és ügyességi játékot szerveztek a gyerekeknek. A húsvéti színezőket színezhetnek, lufit folyhatnak, szintén nyuszis lufit természetesen. Rengeteg hímes tojást készítettek a közmunkásaink, 150 darabot, amiből kanálhordó versenyt csináltunk. Kanálba kell a gyerekeknek A pontból B pontba vinni a tojást úgy, hogy ne törjön össze. Itt is majd persze jutalmat sorsolunk ki. Ugyanakkor gyöngyfűző versennyel készültünk, fűzik a gyöngyöt a lányok, ők ezt élvezik, és csoki tojást válogathatnak szín szerint fálkákba. Meglepetés is volt, így senki nem indult haza üres kézzel. Természetesen azzal szeretnénk zárni a mai rendezvényünket, hogy nyuszi előzetesként meglepetéseket fogunk elrejteni, tehát így fognak hazaindulni a gyerekek, hogy senki nem fog üres kézzel hazamenni, mert mindenki fog magának való meglepetést találni. Amit egy kicsit, hogy idézőjelben, hogy nehezebb legyen, alufóliába csomagoltunk be, hogy ne lássák, hogy mit találtak. Ugyanakkor kifelejtettem, hogy selfie falat készítettünk, ahol szülők, gyerekek egyaránt fotózkodhatnak egész nap. Nyuszi simogatás, 6 nyuszink van, fehér nyuszink, mindenki kedve szerint simogathatja, és 2 kis bárányunk, amit szintén simogathatnak és nézegethetnek. Az önkormányzat a rendezvény sikerén felbuzdulva, jövőre még változatosabb, játékos feladatokkal várja majd a húsvétra készülő családokat.